Buongiorno, Gerve és Dávid vagyunk a Sneakerbox, és itt vagyunk Milánóban. Ebben a videóban megnézzük a város legjobb boltjait és a helyi nevezetességeket, a következő videóban pedig megláthatjátok, hogy milyen a Sneakerness. Tartsatok velünk! Szóval most itt vagyunk a Pizzben, Milánó legjobb pizzázójában, és azért vagyunk itt, mert májusban felfedeztük ezt a helyet a barátunknál, de mivel ez a vlog nem készült el, hogy ott elmondjam, mennyire király, ezért most fogjuk megmutatni nektek. Na, hogy ízett a pizza, skaci? Magnifico! Nagyon jó volt, finom volt. Ízekben nagyon gazdag volt. Ez a személyzet! Ha Milánóról láttad puti filmeket vagy képeket, akkor a Dóm mellett egészen biztos, hogy feltűnik a Galleria Vittorio Emanuele, ami tulajdonképpen egy fedett útkereszteződés, és mind a négy sarkában, sőt a kis utcáskákban is tele van luxus üzletekkel. Ez volt a világ legelső plázája, és olyan boltok találhatóak itt, mint a Louis Vuitton, a Prada, a Versace és ez hasonlóan. Csupa olyan boltok vannak, mint igazából nincs sok keresnivalónk, az a Louis Vuittonba bementük egy kicsit liftezni egyet. Kicsit távolabb jöttünk a belvárostól, ez itt a Corso di Portatici Nese, egy kis utca, ami tele van streetwear boltokkal, amik nem egészen ezek a luxus üzletek, amik a Dom környékén vannak, hanem kifejezetten ilyen utcai, stílusos, helyi dizájnerek. Dávid, hogy akadtál erre az utcára egyáltalán? Hát eredetileg úgy volt, hogy amikor először májusban kijöttem, előtte csináltam egy ilyen streetwear store szemlét, hogy hol vannak ilyen jobbféle boltok, és azt láttam, hogy a Stussy, a Vans, a Carhartt, meg ezek mind egy utcában vannak, és akkor direkt megcéloztam ezt az utcát. Na, Szebi, mi volt az a legérdekesebb, amit eddig találtál? Nálam... Hopp. Ez egy nekem elég, ez egy grálom. Egy elég érdekes, amit mondjuk például így... Ez mondjuk azt mondanám, hogy... Egy elég jónak számít. Árcidőre semmi sincs. De a szakály... Korrekt, szakály. Matyinak is van ilyen.
vannak itt nagyon szép 1-es Jordanek, vannak Fear of God-ok, különböző színbe. Azért van mit, elől a Yeezy-k, 700-as, 350. Srácok, véget ért a városnézés, sztorcsekes napuk itt Milánóban. Mi ragadta meg legjobban a figyelmeteket itt a városban? Szerintem a városnak a flow-ja, az egész stílus, az, hogy basszus, mennyire jó itt a hangulat. Szerintem ez a legjobb. Ekkor mennyire divatosan öltözködnek az emberek, nem? Így itt kész közelben van a designer, meg a fashion dolog. Tehát a designer és a streetwear valójában, a City of Fashion. Ha bejöttük ide a belváros legközepébe, ahol itt van a... Ez a department store, amit a Gergő nagyon helyesen tud eltenni, én amíg az Larry Nascente. Inashanté. Szóval valamelyik kettő közül. Akkor nagyon jó designer termékeket tudtok vásárolni magatoknak, viszont hogy egy kicsit kijebb mentek, nem is olyan messze, ilyen 10-15 perc sétára innen, akkor van az az utca, amiről az előbb meséltünk, ahol inkább ilyen streetwear-esebb stílusú boltok vannak. Szóval mindenki meg tudja venni azokat az utcokat, ami neki tetszik. Egyébként itt a Department Store-ban voltunk, és ott természetesen van Off-White, ugye Dávid múltkor itt vett az Off-White övét. Én végigpróbáltam pár pólót, de így valahogy nem fitteltek rám megfelelően. SS, de így ilyen széles volt ez is. Te pedig Off-White könyvet nem emettél. A Virgin könyvet szerettem volna megvenni, délután benéztünk, volt még 3 darab, igen. Mondom, á, nem cipelem egész nap, majd este visszajövök érte. Most visszamentünk érte, és nem volt egy sem. Elkapkodták tényleg. Nulla! Pedig nem fánkról beszélünk, basszus. Elvitték. Hát ja, így jártam. Na mindegy, holnap kimegyünk a Sneaker Nest-en, és lehet, hogy ott valami királyságot behozom. Igen, úgyhogy köszönjük, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és persze kövessetek minket Instagramon, Facebookon. Sziasztok! Ciao!